sportosat. Irodónk vendége Sebestyén Júlia, Európa-bajnok műkorcsolyázó, edző. Szervusz, üdvözöllek! Most már jó 2 éve, ugye, hogy abba hagytad az aktív versenyzést? Több mint 2 éve, hiszen 2010-ben a Vancouveri olimpiát követő világbajnokság volt az utolsó nagy versenyem. Igaz, utána az azt követő októberi Japan Open nagy nemzetközi csapatversenyre meghívást kaptam, ami óriási megtiszteltetés volt, hiszen Jevgenyi Plushenkoval, Sara Mayerrel és Michael Brezinával mi képviseltük Európát, és a japánok és az amerikaiak ellen versenyeztünk. Tehát igazán a nagy utolsó versenyem az a világbajnokság volt. Nem bántad meg azóta sem a döntésedet? Nem bántam meg. Én azt gondolom, hogy az utolsó pillanatig húztam, ameddig versenyezhettem, hiszen egy bizonyos idő után az ember szervezete már nehezen bírja el azt a nagy terhelést, ami egy kimagasló eredményhez szükséges. És ugye az utolsó előtti szezonomban volt egy nagyon komoly ahilleszén sérülésem, amely majdnem megakadályozott abban, hogy ott legyek a 4. olimpiámon. De hát a makacságom, kitartásom és akaratom segített abban, én úgy gondolom, hogy ezen a sérülésen túljutva az olimpián ott lehettem, és hát szintén nagyon nagy megtiszteltetés, hogy akkor én vihettem a záró ünnepségen a magyar csapat, vagy a nyitó ünnepségen a magyar csapat zászlaját. Így utólag, most, hogy már letisztultak a versenyévek, elégedett vagy? Vagy úgy azt mondod, ennél az Európa-bajnoki aranyéremnél több világbajnoki világeseményről érem, jobb lett volna, több belefért volna az életedbe? Én azt gondolom, hogy maximálisan elégedett lehetek, hiszen már kiskoromtól kezdve szinte minden korosztályos magyar bajnokságot megnyertem, majd 9-szer lettem felnőtt magyar bajnok. És hát ugye a legnagyobb eredményem ugye az Európa-bajnoki aranyérem, de hát ezen kívül bronzérmes is voltam, az olimpiai 8. helyem, úgy, hogy a rövid program után a 6. helyen álltam, és a legjobb csoportba futhattam a küremet, én azt gondolom, hogy ennél többet nem is kívánhattam volna, illetve azok a világkupákon elért érmeim, amit most ugye közvetít a televízió, és mindenki csodálattal nézi ezeket a versenyeket és versenyzőket, és akkor ilyenkor nagyon sajnálom, hogy amikor én versenyeztem, akkor a magyar közönség ezeket a versenyeket nem láthatta, hiszen itt én akkor ott nyertem, dobogón voltam, és bekerültem a Grand Prix döntőbe, ahova csak a legjobb 6 kerül 2-szer is, és még sorolhatnám az eredményeimet, ugye a világbajnokságon 6. voltam a Dortmundi világbajnokságon, tehát rengeteg olyan eredményt értem el, amit eddig még magyar versenyzőnek nem sikerült, és azt gondolom, hogy mint magyar versenyző büszke lehetek rá. Akkor elégedett vagy a pályafutásod, ahogy így felsoroltad? Maximálisan. Ha magyar sportági szövetség szemüvegén keresztül nézném a műkorcsolyázást, akkor már nem ennyire szép és derülátó a kép. Ha jól tudom, most jön egy olimpia, ahol nem leszünk már ott. Nem az van, hogy 17. vagy 18-ak leszünk, ugye szereztél ilyen helyezéseket is, már ki se jutottunk. Jön az Európa-bajnokság, amit ugye mi rendezünk 2014. januárjában. Ott lesz magyar műkorcsolyázó? Igen, hiszen a férfi műkorcsolyázónk Forgó Kristófnak már sikerült megszereznie az induláshoz szükséges minimumpontot, illetve a jégtáncos párunk is, Túróczi Dóra és Major Balázs ott lesznek. Tehát magyar versenyzőért azért szükséges. Versenyző lesz, de női műkorcsolyázó? Női sajnos nem lesz, hiszen sajnálatos módon az a generáció, akik most már tényleg mutogatják tehetségüket, és már a juniorban nagyon szép eredményeket érnek el, hát legfőképpen Tóth Ivet, ők még fiatalok, és nem érik el a felnőtt korhatár alsó határát, a 15 évet, és így nem vehetnek most még részt ezen az Európa-bajnokságon. Ez egy furcsa Európa-bajnokság lesz, ugyanis
2004-ben lettél Európa bajnok. És nekem ezért zavaró egy kicsit, hogy nem lesz ott hölgy műkocsijázó, mert pont, hogy akkor 10 éve lesz. Tehát még esélye se lesz arra senkinek, hogy egy magyar hölgy ott szerepeljen. Ha nem is nyeri meg, de legalább ott legyen. Ez egy kicsit úgy rossz. Igen, hiszen a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetségnek a döntése volt egy pár évvel ezelőtt, hogy egy világeseményen egy ország nem indíthat versenyzőt, csak akkor, hogyha ezeket a bizonyos minimum technikai pontokat elérte. Jogos. És, de miért nincs ilyen versenyzőnk? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat eredménye, hogy most egy kicsit hullámvölgyben van a magyar műkorcsolya, és most nincs tényleg az a felnőtt generáció, aki sikeresen képviselhetné Magyarországot. Bocsáss meg, de mikor te ott voltál, versenyeztél, ott volt a második vonalt képviselő Pavuk Viktória. Tehát mikor még voltak versenyzők, akik kijutottak Európa-bajnokságra, világbajnokságra, ugye olimpiára, akkor nem mozdult meg ugye a klub élet, a szakosztály élet, tehát nem jöttek a gyerekek, nem nőttek fel rajtatok, akkor most, amikor ugye már versenyző sem lesz, akkor mitől fognak elmenni korcsolyázni, műkorcsolyázni a fiatalok? Mi lesz az a vonzerő? Mitől? A példakép nélkül azt mondják, nagyon nehéz. Na most sajnos a példakép abba hagyta most már több mint 2 éve. Igazán én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlásra. Hiszen a műkorcsolya sosem volt egy tömegsport, és azt gondolom, hogy nem is lesz, hiszen nagyon-nagyon sajátos, és nagyon sok minden kell ahhoz, hogy valakiből élversenyző legyen. Cél, hogy minél több fiatal kezdjen el korcsolyázni, hogy ugye legyen egy-egy, aki kikerül majd, és én azt gondolom, hogy most jelen pillanatban a Magyar Szövetségnek is ez a célja, ezért is több korcsolya programot is indítottak. Én magam is létrehoztam saját sportegyesületemet, a Sebestyén Korcsolya Sportegyesületet, és én is igyekszem kisebb pályákon olyan korcsolya iskolát indítani, ahol minél többen megszerethetik ezt a sportot. És hát ami a legfontosabb, hogy annyit változott és fejlődött az utóbbi években a műkorcsolya, a követelmények nagyon-nagyon megnőttek, hogy én mindig most is azt mondom, hogy nem nehéz felvenni a versenyt azokkal a tengeren túli, illetve olyan országok versenyzőivel, ahol nagyon nagy hagyománya van a műkorcsolyának, mint például az oroszoknál, ahol nem csak napi 250 percet kapnak a gyerekek, sőt van, amikor csak egyszer mehetnek jégre, hanem bizony több órát jégen töltenek, emellett nagyon komoly fizikai száraz felkészítést kapnak, balettórákat, és valamennyire próbáljuk pótolni ezeket, és megtenni mindent annak érdekében, hogy már picikortól kezdve úgy fejlődjenek a gyerekek, hogy meg tudjanak felelni a nemzetközi elvárásnak. És hát én bízom benne, hogy tényleg a jelenlegi utánpótlás, akikről már beszéltünk, illetve még az alatta lévő korosztály, akik nemzetközi szinten is érmekkel térnek haza a különböző versenyekről, és ezeket Európa számos városaiban rendezik, tehát a környező országokba, akárhova mentünk versenyre, tényleg ezek a gyerekek arany, ezüst, bronzéremmel tértek haza, hogy ezek, ha már most megkapják azokat a talán kicsit jobb feltételeket, illetve lehetőségeket, amelyek révén esélyük lehet arra, hogy felvegyék a versenyt a nemzetközi színvonallal, akkor bízhatunk benne, hogy egy-két éven belül már magyar versenyzőnek szurkolhatunk nemzetközi szinten, mint ahogy említettem már Tóth Évet nevét, de az ifjúsági, tehát novisz korosztályunk is már triplákat ugrik, és akár most megrendezésre került Mikulás Kupa nemzetközi versenyen, itt Budapesten is érmeket értek, tehát érmes helyezéseket értek el. Ügyesek akkor a fiatal csemeték? Én azt gondolom, hogy igen, ügyesek, lelkesek, tehetségesek, és megvan bennük az a plusz, ami kell ahhoz, hogy versenyzők legyenek. Akkor a jövőt tekintve te optimista vagy? Én bizakodó vagyok, igen. Van olyan, aki
Rád hasonlít tehetségben, ügyességben? Láttam olyan fiatalt? Igen, én azt gondolom, hogy a sok ügyes gyerek között a tanítványaimat kiszokták szúrni, hiszen nemzetközi versenyen többször jöttek oda hozzám pontozó bírók, hogy Júli, láttuk a gyerekeidet, és nagyon ügyes volt, és már a bemelegítésen kinéztünk a palánk mellé, és láttuk, hogy az a versenyző a te gyereked lehet. Tehát nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam már. És igen, van olyan gyerek, aki nagyon jól ugrik, vannak olyanok, akik nagyon-nagyon szépen mozognak, nagyon hajlékonyak, és hát reméljük, hogy egy olyan versenyző lesz majd, aki minden területen ügyes. Bírják a kiképzést ezeket a körülményeket, amik vannak? Vagy most már sokkal jobbak a körülmények, mint amikor annó te versenyeztél itthon? Én nem mondanám, hogy jobbak most a körülmények, hiszen továbbra is a gyerekek hajnalba edzenek iskola előtt, utána mennek iskolába, szinte a kocsiban öltözik, eszik, hogy odaérjen a kora délutáni jégedzésre, utána balettóráik vannak, illetve ha nem balett, akkor száraz edzéseik. A nagyok ehhez képest a napot fordítva használják ki, hiszen neki késő este kell visszajönni az edzésre, úgy, hogy másnap már kora hajnalban kelnie kell, és edzésre kell jönnie. Tehát én azt gondolom, hogy nem a legideálisabbak a feltételek, és ez köszönhet ugye annak is, hogy egy jégpályán osztozkodunk a rövid pályás gyors korcsolyával, a szinkron korcsolyával, illetve a jégtánccal, és hát nincs az az elég jégidő, ami szükséges egy-egy felkészüléshez. Azonban, ahogy említettem, reméljük, és mint ahogy már vannak jelek arra, hogy kicsit több lehetőséget kap a válogatott, illetve a kiemelt versenyzők, hogy előbb-utóbb beérnek és megmutathatják magukat. Azért te tudod rá a konkrét választ, hogy miért nincs most ott, miért nem lesz ott az olimpián műkorcsolyázó hölgy, magyar? Én azt gondolom, hogy elsoroltam azokat az okokat, ami miatt most jelenleg itt tartunk. Jó, fogadjuk el. Mennyi versenyző van most Magyarországon? Hány versenyző van felnőtt, műkorcsolyázó például? Felnőtt versenyzőnk 3-4 versenyző van, de ahogy már korábban említettem, a műkorcsolya sohasem volt tömegsport. És a felnőtt versenyeken, amikor én versenyeztem, akkor is csak 3-4 versenyzőnk volt. De csak az a 3-4 versenyző olyan szintű versenyző volt, akik ugye európai színvonalon is megállták a helyüket. De ez akkor nagy szerencse kellett. Mert 3-4 versenyző van, és mind a 3-4 ütőképes legyen. Ez nagy szerencse. Nagyon összetett ez a sportág, és ezért kell minél nagyobb tömegbázis, tehát minél többen kezdjenek el korcsolyázni, mert olyan versenyző, aki kitart 16-17-18 éves koráig, átvészeli a változókort, nagyon-nagyon sok szempontot, ha figyelembe veszünk, kitart a felnőtt korosztályig, az nagyon-nagyon kevés versenyző. És ha megnézem más európai országok bajnokságait, ott is csak egy-két versenyző indul, leszámítva az oroszokat. Természetesen vannak országok, mint az északi országok, a finnek, ahol mint téli sportágnak nagy hagyományai vannak, és rengeteg versenyzőjük van. Akkor nem egyedi Magyarország ezzel a felnőtt 3-4 versenyzővel. Nem, de ha megnézzük, a finnek sem indíthatnak idei olimpián. Ők sem indulhatnak, és ha megnézzük az utóbbi években, igen, meghatározói voltak az európai műkorcsolyának. Gondolkodtál azzal, amikor abba hagytad a versenyzést, hogy jégtánc revűben, vagy valahol elhelyezkedjél, és igazából kivedd a profitot, amit belefektettél ezt a sok-sok munkából? Én egész pici koromban eldöntöttem, hogy én jégrevűben nem fogok menni.
Mindig az volt a fejemben, hogy én nem leszek karácsonyfa, bár tény, hogy biztosan szólószámot kaphattam volna, és lehetőségeim lettek volna. De én azt gondolom, hogy ez nem az én világom, és a Magyar Jégszínházban egy pár előadás erejéig kipróbálhattam, hiszen meghívtak és szerepeltem egy párszor, de én azt gondolom, hogy ez nekem teljesen elég volt, és olyan nagy gálákra juthattam el, mint a Katarina Witt nagy-nagy gálája, Jevgenyi Plusenkóval és Edwin Martonnal a Kings on Ice. Ezek igen rangos és népszerű és tényleg nagyon nézett gálák, ahol ezeken részt vehettem, ezeknek nagyon-nagyon örültem, de itt szóló egyéni számot kellett bemutatni. De ennyi, ez már mind múlt idő. Igen. Jelenben már semmi, jövőben semmi. Nem, még a mai napig kaptam felkérést, hogy egy-egy gálán szerepeljek, azonban nincs időm arra, hogy saját magamat edzem, hiszen a gyerekekkel, a versenyzőimmel annyi az elfoglaltság, hogy erre már nem jut időm. Hogy telik egy napod? Hánykor kezdődik az edzés, a munka? Már 17:30 kelek, hiszen 6:20 többször is már jégen kell állnom egy héten, és hát ugye reggel edzés se van a gyerekeknek iskola előtt, utána iskola után rohannak vissza. Ha a nagyok csak később jönnek, akkor a kettő között még száraz edzést tartok nekik. És hát ezen kívül én azt gondolom, a nap 24 órájában velük foglalkozom, hiszen a felkészülésüket meg kell tervezni, versenyekre kell őket vinni, szinte minden hétvégén a téli versenyszezonban versenyek vannak. Ősszel segítek a kőruhák megtervezésében, akkor a versenyszezon elején ki kell választani a gyerekeknek a zenéket. Ez is egy nagyon-nagyon hosszú feladat, hiszen éjszakákon át zenéket hallgatok, hogy minden gyereknek a legmegfelelőbb zenét megtaláljam. Utána el kell készíteni a koreográfiákat, és arra időt kell találni, hiszen amikor edzésen vagyunk, és több gyerekkel foglalkozom, akkor nem tudok csak egy gyereknek programot készíteni, tehát az külön jeget kell találni, ahol a koreográfiát elkészítjük, és hát utána még szárazon is rengeteg munka van ezekkel a programokkal, tehát én azt gondolom, hogy a nap 24 órájában velük foglalkozom. Akkor most edzősködsz a saját klubodban végül is? Így van, a saját klubban van, igen, és több mint 10 versenyzőm van, 5 válogatott kerettag köztük, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon eredményesek. Na most karácsonykor egy kicsit pihensz, ne? Igen, egy pár nap pihenő van, aztán készülünk a budapesti Európa-bajnokságra, hiszen a megnyitó ünnepségen a tanítványaimmal én is majd ígre lépek, utána következnek a versenyek. Megy elől a főnök asszony, utánad meg a gyerekek? Egy közös produkcióval fogunk égre lépni, és tehát ezt is próbálni kell, tehát nincs megállás télen, akkor csajálja a főszerep. Mikor lesz saját gyerek? Idővel. Még nincs terve véve? Én azt gondolom, mindennek eljön majd az ideje, mindig ezt mondtam. Ő is műkocsajázni fog, ha kislány lesz? Szeretnéd? Ezt majd az idő eldönti, hogy hogy alakul. Időre hagyod, hogy mindent megjöntsön? Igen. Te semmit nem akarsz befolyásolni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen meg fog tanulni korcsajázni, de hogy most korcsajázó lesz-e, vagy illetve más sportban fogja magát kipróbálni, ez majd eldől. Akkor nem fog zavarni, hogyha más sportág. Nem. Ami neki jól esik, azt mondod. Igen. Ilyenkor karácsony tájékán, ilyenkor családról jártok, mi a program? Vagy akkor otthon vagy, és akkor végre nem kell kimozdulni, és akkor pihenhetek egy kicsit? Nem, ilyenkor van idő arra, hogy az ember a családjával találkozzon, egy kicsit hosszabb időt eltöltsünk együtt, hiszen a hétköznapokban, a hétköznapi rohanásban erre nem nagyon van idő, és egy kicsit akar az ember pihenni is tud. A szövetségben kapsz-e feladatot majd? Vagy egyelőre, mint úgymond klubedzőként szolgálod a magyar műkorcsolya sportot? A szövetségbenek van egy úgynevezett edzőbizottsága, ebben én tag vagyok, és napi szinten a gyerekek
edzésbeosztásában segítkezem, illetve egyéb kisebb feladataim vannak, amikkel próbálom a magyar műkorcsaját segíteni. Illetve ezen kívül elvégeztem még a nemzetközi specialista tanfolyamot, illetve levizsgáztam Frankfurtban. Ez mire jó? Már nemzetközi versenyeken pontozhatok, tehát mint specialista is részese vagyok a zsűrinek, és hát szeretnénk majd ezzel is tovább foglalkozni, és egy bizonyos idő után lehet a nemzetközi vizsgát letenni, amivel már nagyobb világeseményeken is lehet esetleg pontozni. Ez nagyon jó lenne a magyar versenyzőnek, ha lesz ott, hogy van ott egy magyar pontozó is, nem? Igen, és nagyon aranyosak voltak a korábbi versenytársaim, akiket már nemzetközi versenyeken pontoztak, és amikor megláttak, akkor nagyon-nagyon örültek, és rögtön az első kérdésük az volt, hogy ugye leszel a következő versenyen is, tehát nagyon nehéz feladat, de nagyon élvezem. Akkor edző, és akkor mint pontozó, akkor majd. Akkor ez a jövő egyen pillanatra? Tehát úgy ez a közeljövő kép? Tehát, hogy... Igen, de én azt gondolom, hogy jelenleg azt csinálom, amit nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy egyelőre szeretnék továbbra is ezzel foglalkozni. Hát akkor mi mehetsz olimpiára? Hát mint pontozó. Az majd a jövő zenéje, hogy ez hogy alakul. Azért bízom benne, hogy hát gondolom, egy téli olimpiára kijutok még valamilyen szerepkörben. De akkor ugye ez is ott lehet, nem? Téli olimpiára mégis csak kijutsz, és akkor... Meglátjuk. Vágyaid között azért csak ott szerepel, nem? Hogy pontozóként is ott lehessél. Igen, természetesen, és hát nagyon szeretném, hogy a versenyzőim sikeresek legyenek, és hogy világversenyen esetleg találkozhassanak velük a magyarok. Így legyen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. További sportosat.